A történelem leggyalázatosabb döntése az első világháborút lezáró békediktátum nyomán Magyarország elvesztette területének több mint kétharmadát. A döntés okozta traumát, máig magában hordozza a nemzet. Trianon a magyarság legnagyobb tragédiája. Az elszakított területeken élő honfitársaink sokáig meg sem emlékezhettek a gyalázatos eseményről. Ma, a 95. évforduló kapcsán ők szólnak arról, hogy hogyan élik meg nemzetünk szétszakítottságát. Ez a sok-sok baj, negatívum, tragédia gyöngyöket szült. És ez a sok-sok gyöngy határon innen is túl egy kohéziós erő lett, illetve lehet, amely összetartja az embereket, éppen a közös sors. És ha erre koncentrálunk, akkor mindenképpen egy kifelé mutató utat látok. Nagyon fontos egy egészséges büszkeségnek a megtalálása, egy egészséges önértékelés kialakítása. Nagyon fontos, hogy megtanuljuk azt, hogy egy magyarság él a Kárpát-medencében is, nem 6, meg 7, meg 8, amit a politika csináló gonoszsága tett velünk. Senkitől nem várhatunk semmit, ezt az elmúlt 1100 esztendő mutatta. Csak az Istenbe bízhatunk és önmagunkba bízhatunk, senki másban. Ma a Kárpát-medence magyarságát oly sok minden elvakítja. A pénz, a mesterkélt értékek, a műfények. De egyszer majd megvakulnak hiú szemeink, ugyanúgy, mint Adinak, és igazán fogunk látni a szívünkből. Tanuljunk meg a szívünkből látni, a szívünkből látni a másik magyar embert, aki a testvérem. És ha el is szakítottunk, hiszem, hogy egyek vagyunk. Számunkra külhomban rekedt magyaroknak bizony nem csak ez az évforduló, ez a kerek évforduló fájdalmas, hanem mindegy egyes határ átlépéskor eszünkbe jut, amikor személyigazolványt oda kell adnunk a határőrnek, hogy elszakítottak bennünket az anyaországtól. Ezért csak egyetlen egy lehetőségünk van a fennmaradásra. A gyermekeinket magyarul tanítatjuk, ha úgy köszönnek nekünk még, hogy édesapa és édesanya, ameddig magyarul írnak, és ameddig még magyarul álmodnak. 95 éve elszakítottságban élünk, bizonyos erőknek ez nem tetszik, bizonyos emberek úgy vannak vele, hogy nekünk már itt a délvidéken sokat szenvedett nemzeti közösségnek fizikailag is meg kellett volna szűnnünk. Ehhez képest jelentem, a délvidéki magyarság erős, megtartó ereje az a civil mozgalom, az az ősi erő, amely az őseinket is arra ösztönözte, hogy ezen a területen a szorgalmuk és a kitartásuk révén megtartsák a szülőföldet, a Tisza mentét, Bácskát, Bánátot és a szerémséget. Meg vagyunk fogyatkozva kétségkívül, de azt hiszem, az erőnk, a szívünk legendásan erős, ki fogunk tartani. Úgy vagyok ezzel a magyarsággal, mint a fuldokló ember a levegővel. Addig, amíg nem fuldoklik kin van a levegőbe, addig nem hiányzik neki, addig nem is gondol rá. De amikor eljön ide az ember és látja, hogy nincs magyar iskola, és nem úgy élheti meg a magyarságát, mint otthon Magyarországon, akkor elgondolkodik azon, hogy milyen fontos dolog a magyarság, hogy magyar lehetek, hogy ezen a nyelven barátkozhatok, szerethetek, veszekedhetek, bármit ezen a nyelven csinálhatok. Ez a lényeg, és hogy összeköt bennünket a történelem, ezt az érzést kellene tudatosítani és fejleszteni magunkba, hogy összetartozunk. Azt gondolom, hogy Trianonkor nagyon nagy érték veszett el az, hogy együtt jobb, könnyebb. Árpád vezérnagysága pont ez volt, hogy egy asztalhoz tudta ültetni az akkor élt embereket. Ez az integráló, befogadó, másik felé nyitott lelkület veszett el Trianonkor. És ha valamiért imádkozok, akkor pont ez, hogy higgyük azt, hogy együtt tudunk Kárpát-medencéből tündérkertet csinálni. De külön-külön nem fog sikerülni. Egymás ellen csak fájdalmat fogunk tudni okozni ebbe a Kárpát-medencébe. Úgyhogy adja az Isten, hogy Trianonra legyen az a válasz, hogy újból megfogjuk egymás kezét bizalommal, szeretettel. Következő riportunkban Kárpátaljára látogatunk, ahol a máig megmaradt egykori katonai vérvonalhoz kalauzoljuk Önöket.